Külvárosi önkormányzata nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, nemzeti fohászunk, a himnusz születésének 200. évfordulója előtt két nappal, a Magyar Kultúra Napi rendezvénysorozatunk nyitó eseményén a Kultúra Magyar Városa egyik legszebb épületében, itt a Vigadóban. Nagy örömünkre szolgál, hogy ezen a magasztos eseményen együtt lehetünk, együtt ünnepelhetünk a 170 évvel ezelőtt megalakult Budapesti Filharmónia Társaság zenekara kiváló muzsikusaival és vezetőjükkel, elnökünkkel, Tóth László úrral. És illő tisztelettel köszöntöm Ruf Béla urat, a Magyar Művészeti Akadémia zenei tagozatának titkárát. Köszönjük szépen, hogy itt vannak velünk. Azért is külön megtisztelő számunkra a mai ünnepi hangverseny, hiszen 1853-ban maga Erkel Ferenc, mint a Nemzeti Színházban működő zenekar karmesterének és a zenekar vezető tagjainak jóvoltából indult el a filharmóniai mozgalom, melynek eredményeképpen megalakult az ország első rendszeres koncerttevékenységet folytató szimfonikus zenekar. A Filharmónia Társaság zenekarának első koncertjére 1853. november 20-án került sor, mely egyben Európában elsőként egy bérleti sorozat első hangverseny is volt. A himnusz születése és a Filharmónia Társaság megalakulása kerek évforduló, ám a gyulai kultúra számára még egy fontos és szép eseményéről sem szabad elfeledkeznünk, hiszen néhány nap múlva ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját az Erkel Ferenc vegyeskar. Isten éltesse sokáig mind a zenekar, mind a vegyeskar tagjait és kedves vezetőiket. Mindhárom jeles esemény a magyar klasszikus zene atyához, városunk nagy szülöttéhez, Erkel Ferenchez köthető, így méltóképpen leginkább szülővárosában, itt Gyulán emlékezhetünk e jeles évfordulókra. Abból a szempontból is egyedi és megismételhetetlen a mai nap, hogy a Filharmónia Társaság zenekara jubileumi évadának első állomása Gyula. Óriási ajándék ez nekünk, köszönjük szépen elnök úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy a mai alkalom tovább erősíti, tovább mélyíti azt a jó baráti és kölcsönös tiszteleten alapuló szakmai együttműködést, mely az Erkel Ferenc Társaság, az Erkel Ferenc Vegyeskar és a Budapesti Filharmónia Társaság zenekarok között hosszú évek óta eredményesen működik. Ha mindez nem lenne, ma nem ünnepelhetnénk így, ilyen formában a magyar kultúra napját. Tisztelt ünneplő közösség! Nem véletlen, hogy értékeink, kincseink közül éppen nemzeti himnuszunk születése vált a magyar kultúra ünnepévé. Hiszen nem csak a magyar sors, magasztos történelmünk viharos évszázadai sejlenek föl gyönyörű himnuszunkban, hanem a nép által átörökített, megőrzött, tudatunkban folytonosan jelenlévő és belőle építkező kultúra is. Az a kultúra, mely magában foglalja anyanyelvünket, az eszméket, a hiedelmeket és szokásokat, tabukat és szabályokat, technikákat, művészeti alkotásokat, rituálékat, szertartásokat, és még hosszasan lehetne sorolni. Ez szóval mindent, amit az évszázadok során megalkotott. A Magyar Kultúra Napja akkor válik igazán ünnepé, ha rohanó világunkban megállunk egy pillanatra, s valamennyien átgondoljuk, miként tudunk felelősségteljesen bánni mindazok örökségekkel, amit elődeink ránk hagyományoztak. És ugyanakkor tisztában kell lennünk azzal is, hogy ezen értékeket, nemzeti kincseinket tovább kell vinnünk azoknak, akik nevelésében a szerepünk felbecsülhetetlen. A
fiatalok számára. Nekünk kell értékes mintát felmutatnunk azzal, hogy kultúránk értékeit megbecsüljük, törvényei szerint élünk és tanulságait érvényesítjük. Mert kultúránk nem csak tudást, műveltséget hordoz, hanem erkölcsöt is. Szívből kívánom magunknak és mindazoknak, akik a magyar és ezen belül Gyulaváros kultúrájának ápolásáért, fejlesztéséért felelősséggel tartoznak, hogy a mai nap igazi ünnep legyen. Dolgozzunk tovább ugyanolyan elszántsággal, tenni akarással és azzal a tudással és meggyőződéssel, hogy amit teszünk, azzal nemzetünket, vármegyénket, Gyulaváros jövőjét szolgáljuk. Munkánk során jusson valamennyünk eszébe Kölcsey Ferenc gondolata, has, alkos, gyarapíts, s a haza fényre derül. Köszönöm meg tisztelő figyelmet! Köszönöm szépen a polgármester úr gondolatait, és most átadom a szót Somogyvári Ákosnak, az Erkel Társaság elnökének, a május végezi jó szórakozást kívánok. Bártfai László így számolt be neki, Kölcseynek. Az első olvasás múlt pénteken történt, s én valék a szerencsés első olvashatni a te hümnuszodat. Áld meg Isten a magyart, etc. etc. Nem arra értem, hogy én olvasom, de megnyittathatod te az olvasás méltóban. Barátom, bizonyos ünnepiséget ad, legalább adhat-e e darab a megnyíló intézetnek. Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves hölgyeim és uraim, és tisztelettel felkérem a himnusz a magyar nép zivataros századaiból című vers elmondására, előadására Bartus Gyula színművészt a Békéscsabai Jókai Színház Jászai Mari Díjas művészét. Kölcsey Ferenc. Himnusz. A magyar nép zivataros századaiban. Isten, áld meg a magyart. Jó kedvel, bőséggel, nyújts felé a védőkart, ha küzd ellenséggel. Balsors, akit régen tét, hozz rá négy esztendőt. Megbűnhötte már nép a múltat, s jövendőt. Őseinket felhozát Kárpát-Szentbércére, s általad nyert szép hazát, bentek húznak vére. S merre zúgnak habjai, Tiszának, Dunának, Árpád hős mazatjai felvirágozálnak. Értünk, Kunság mezein, ért kalászt lengettél, Tokaj szőlőveszein nektárt csepegtettél. Zászlónk gyakran blándálát vadtörök sáncára, s nyögte Mátyás búshadát, Bécsnek büszke vára. Oh.
de bűneink miatt gyújthat kebletben, s elsújtát villámidat dörgő fellegetben. Most a rabló mongol nyilván zúgottad felettünk, majd töröktől rabigát vállainkra vettünk. Hányszor zengett ajkaim, oszbán vad népének, verthatunk csonthalmaim, győzedelmi ének. Hányszor támadt tenfiat, szép hazám kebletre, s lettél magzatod miatt magzatod hangvetre. Bújt az üldözött, s felé kardul barlangjában szerte nézett, s nem lené honját a hazában. Bércre hág és bőrbe száll, bús kétség mellette, vérez a lábainál, s lángtenger fölötte. Vár állott, most kő van. Keps öröm röpkedtek, halálhörg és síralom zajlik már helyettek. S a szabadság nem gyűrül a holtnak véréből. Kínzó rabság könnyen hull, állvánk hő szeméből. Szállj meg Isten a magyart, kit vészek hárján. Nyújts felé a védőkart, tengerén kinyának. Balsas, akit régen tép, hozz rá végeztendőt. Meggyönhődte már elég a múltat.
mint már hallottuk, 1853-ban a Nemzeti Színházban működő zenekar karmesterének, Erkel Ferencnek és a zenekar vezető tagjainak, Dobler Károlynak, Dobler Ferencnek, Rédi Kohn Dávidnak és Huber Károlynak köszönhetően indult el a filharmoniai mozgalom, melynek eredményeképpen megalakult az ország első rendszeres koncert tevékenységet folytató szimfonikus zenekara. Az operaház megnyitásakor 1884-ben ez a kiváló zenészekből álló társaság lett a Dalszínház, a magyar akkor királyi operaház, Dalszínház zenekara is. A mai napig a Budapesti Filharmoniai Társaság, amely, mint hallottuk, 170. évadját ünnepli, 100 fős tagsága az operaház zenekarának művészei közül választ maga közül tagokat. Az imént az alapító a városnak, a városunknak talán a legkedvesebb egyik polgára, 10 polgára, Erkel Ferencnek a Bánkbán című operájából hallhattuk a nyitányt, illetve a közzenét. Vénes István Bizdíjas karmester, a Magyar Állami Operaház dirigense vezeti a zenekart a mai estén. Köszöntjük őt külön. Ritkában szokták bemondani, de én elfogult vagyok a mai este, a zenekar koncertmestere a mai estén Fahidi Patrícia. Hallottunk néhány dátumot, 1823-at, amikor Kölcsey megírta a himnusz a magyar nép zivatalos századaiból. Aztán hallhattunk 1844-et, amikor Erkel Ferenc meg zenésítette ezt a művet. Aztán hallhattunk 1853-ról, amikor a mester megalapította a filharmonikusok zenekarát, és 8 évvel később, 1861-ben írta meg a már imént hallott Bánkbán című operából azokat a részleteket, amit most hallgathattunk. A teljes mű bűsbemutatójára 1861. március 9-én került sor a Nemzeti Színházban. És akkor egy kis váltás. Annyit elmondanék a váltás hangulatának a kiegyensúlyozására, hogy a 19. és a 20. század magyar zeneszerzőitől hallunk ma este egy műsort. És most egy picit váltunk, egy századot. Weiner Leónak az első divertimentója fog következni. Exotikus vadság, hangszeres és táncbeli virtuózítás, ilyen a lókatánc, amelyet magányos farkasok, fiúk és férfiak ropnak a cigány lakodalom végén. Weiner Leó a műszerzője, ahogy Kodály vagy Bartók, rendszerint visszanyúlik a népzenei hagyományokhoz, ami azonban a lényeges különbség köztük, hogy Weiner sosem járt vidéki falvakban, nem gyűjtött népdalt, hanem csak a stílus elemeket felhasználva alkotta meg művét, népzenei stílusú áll népzenét. Fonográfot hallgatott, az akkorikor modern eszközének számító fonográfot, és rajongásig szerette a cigány zenét. Azt hiszem, hogy ez kiviláglik a következő műből, Weiner Leó opus 20-as első divertimentójából.
Thank you.
azt hiszem, igazán ritkán hallható csemegének hiérkező mű következik. Kacsó Pongrác Rákóczi megtérése és megdicsőülése című második daljátéka. 1906 őszén hozták haza Bodostóból második Rákóczi Ferenc hangvait, nem sokkal később mutatta be a Királyi Színház Kacsónak ezt a második daljátékát, Rákóczit, melynek Bakonyi Károly írta a szövegkönyvét. Ennek legismertebb áriáját most a zeneszerző, karmester Dénes István feldolgozásában, átiratában hallhatja a kedves közönség.
ha jól érzékelem a kedves közönségek az örömét, az bizonyára annak is szólt, hogy bár egy művet hallottunk, de legalább két zeneszerzőre gondolunk, mert Kacsó Pongrácz mellett, hogyha ne adj Isten, Hector Berlioz neve és a eszünkbe jut, akkor az nem lehet a véletlen műve. És hogyha már francia zeneszerzőt említettem az imént, akkor térjek át egy picit egy másik romantikus, nagy romantikus francia zeneszerzőre. Ő Georges Bizet, aki 1875-ben írta meg a talán leghíresebb Carmen című operáját, amit a magyar Hubay Jenő egy fantáziában örökített meg egy évvel később, 1876-ban, amely eredetileg hegedűre és zongorára írt Carmen fantáziója. A koncertre Párizsban került sor 1880-ban Aggházy Károllyal, egy szintén kevéssé ismert, de annál nagyszerű magyar zeneszerzővel közösen. A közelmúltban csak azért hallgattam egy pillanatra, a Zeneakadémián Budapesten volt egy nagyon nagyszerű konferencia róla, Aggházy Károll és koráról és művészetről. Érdemes megígérni ezt a nevet, és ha halljuk, akkor egy picit utána böngészni. Szóval ennek a párizsi koncertnek a műsora a fantázia is szerepel, és azért érdekes ez megemlíteni, mert a közönség soraiban akkor ott volt Munkácsi Mihály, és Camille Saint-Saëns, a francia másik harmadik nagy francia romantikus zeneszerző is, aki utóbb nagyon meleg szavakkal nyilatkozott mindkettőjükről. Egy korabeli tudósítás szerint a közönség ki nem fogyott a tapsolásból, és virtuóz hazánk fiai e hangverseny után most már a párizsi művész világ elismert jelesei közt foglaltak helyet. Hubay Jenő Carmen fantáziájának az előadásában a szólista Ábrahám Márta hegedűművész lesz, a zenekart pedig, ahogy eddig is, Dénes István fogja vezényelni. Thank you.
Kívül vitális Bizé és Kubai szerzőpáros alkotta dalom után egy kicsit adjunk helyet ismét a elcsendesedésnek, és ne tévesszük szem elől a mai estének a vezérfonalát, ami a himnusznak a 200 éves évfordulója. 1844-ben, amikor Erkel Ferenc megzenésítette a költeményt, akkor 13 pályamű érkezett be, és mind a 13 pályamű szerzőjének az volt a feladata, hogy válasszon egy mottót, egy jeligét, amelyet ráír a kottájára, korabeli kopisták írták a kottamásolók el a kottákat, hogy ne ismerjék fel egymás kezeírását sem a döntökök, sem a zeneszerzők, és ekkor Erkel Ferenc ismét kölcsei egyik egy másik művéhez nyúlt, és a Vanitatum Vanitas című költemény első két sorát használta mottóul. Itt az írás, forgassátok életésszel józanom. Később derült ki, hogy minden tekintetben az ezzel a mottóval fémjelzett zenemű lett a nyertes, és azóta magyarság himnusza. Most hallgassuk meg a verset, Bartos Gyula, a Békés Csabai Jókai Színház Jászai Mari Díjas színművészet előadásában. Kölcsei Ferenc, Vanitatum Vanitas. Itt az írás, forgassátok élet ésszel józanul.
s benne feltalálhatjátok, mit tanít bölcs Salamon. Miképp széles a világon, minden épül hitványságon, nyár és harmat, tél és hó, mind csak hiába való. Földünk egy kis hangyafészek, egy perc hozta tűnemény, a villám és dörgő vésze csak mély dongás, s bolygó fény. A történet röpülése csak egy sóhajtás lengése, pára minden pompa, s ég, egy ezred, egy buborék. Sándor csillogó pályája, nyúlvadászat, őszfutás, etele dúló csordája, patkánycsoport, foltdarázs. Mátyás dicső csatázási, Napóleon hódítási, s waterloo-i diadal, mind csak kakas viadal. A virtus nagy tűneményi gőz, mit hagymáz lehele, a kebel lángérzeményi vértolul, s kínjele. A vég, melyet Szokrát ére, Kátónak kihulló vére, s Zrínyi Miklós szent ora, egy bohóság láncsora. És ti, bölcsek, mit hozzátok, ami volna szép s jeles? Mámor birta koponyátok, Plátó s Arisztotelesz, bölcselkedő oktalanság, rendbe fűzött tudatlanság, kártyavár, s légállítvány, mindenféle tudomány. Demoszthén dörgő nyelvével szitkodódó halkufák, Xenofon mézbeszédével rokka közt mesére vár. Pindár égi szárnyalása, forró hideg tatokása, Spédiasz, amit farag, berovátkolt kődarab. Mi az élet tűzfolyása? Hulló szikra, szikra melege. A szenvedelmek szúgása, lepke szárny fergetege. Kezdet és vég egymást éri, és az élet hű vezéri hit, s remény a szűk pályán tarka párák, szivárvány. Holdvilág csak boldogságunk, füst a balsos, elszáll. Gyertyalánk, egész világunk, egy fogallat, a halál. Vársz hírt, s halhatatlanságot, illat az, mely tölt virágot, és a rózsát, ha elhull, még egy perccel éli túl. Hát, ne gondolj a világról. Bölcs az, mindent ki megvet, sorssal, virtussal, nagysággal, tudományt, hírt s életet. Légy, mint a szikla, rendületlen, tompa, nyugodt, érezetlen, s kedv emel, vagy bútemet, szépnek, s rúdnak, húny szemet. Mert
mozogjon, vagy álljon e porányi föld veled, lengjen fényben, vagy homályon, hold és nap fejünk felett. Bármi nő színben jelentse jöttét, a vándor szerencse. Sem nem rossz az, sem nem jó, mind csak hiába való. Akinek módja volt az erdélyi falvak román népi táncait a helyszínen élvezni, azt tudja igazán, mennyire a népi élet teljességét, gazdagságát idézi fel Bartók feldolgozása a hangversenyteremben, írta valamikor a 70-es, 80-as években talán Kló György zenetörténész zeneesztét a Bartók kalóz című művében. Bartók, aki 1915-ben írta a Román népi táncok című művét, eredetileg zongorára írta meg a darabját, majd ő maga átdolgozta Monos zenekarra, és nem tudom megállni, hogy egy közvetést ne tegyek. A színpadon legalább két olyan koncertmester ül, aki ennek a műnek a Monos zenekari előadásában az előző 35 évben, amióta számtalanszor előadhattuk ezt a művet, ők ültek az első helyen, és nagyon-nagyon közel áll, nagyon szeretjük ezt. De most Dénes István feldolgozásában, szimfonikus zenekari feldolgozásában fogjuk hallani, amelynek a különleges változatnak 2019. december 1-én volt a bemutatója a Pesti Vigadóban, és most a Gyulai Vigadóban hangozik fel. Dénes István a karmester, a zeneszerző, a hangszerelő átiratában Bartók Béla Román népi táncok című műve. Thank you.
utolsó művét. Azelőtt engedjék meg, hogy magam nevében is, a Legel Ferenc Társaság nevében, és talán mondhatom, hogy a Félemény Társaság vezetősége és tagjai nevében is gratulálják a kisebb testvérnek. Kunya István a polgármester úr már megemlítette, hogy az Elkel Ferenc vegyes kar, amellyel nagyon sokat dolgozhatunk együtt az elmúlt évtizedben, és konkrétan a Filharmonikusok zenekarával az utóbbi három évben több hangversenyen működtek együtt, működtek közre, az István Király kórussal együtt. Szóval istenjelesen őket, istenjelesen benneteket, sokan a kórusból itt vannak, úgyhogy egy tapsot külön megérdemel. Amikor az előbb azt mondtam, hogy a 20. századi zene két ikonikus zeneszerzőjéről fogok a következő percekben beszélni, nyilván kitalálták, hogy Bartók Béla mellett Kodály Zoltánról lesz szó. Ülőidéztünk most. Galántán töltöttem a gyermekkorom legszebb 7 esztendejét. Híres volt akkor a galántai banda Mihók Primás alatt. De még híresebb lehetett 100 évvel azelőtt. 1800 táján Bécsben több füzet magyar tánc jelent meg, egyik galántát jelöli meg forrásául. Hadd folytassa ez a kis mű a régi galántai hagyományt, írta a szerző Kodály Zoltán a Galántai Táncok című darabja elé. Ez a mű 1933-ban a Filharmonikus Társaság zenekarának 80. évfordulójára keletkezett, akkor alkotta meg Kodály, és egyik legnépszerűbb szimfonikus művévé vált. A bemutatóra ugyanebben az évben, 1933-ban került sor. Most hallgassuk meg tehát Kodály Zoltán Galántai Táncok című darabját, Dénes István Lisztíjas karmester vezényletével a Filharmonikus Társaság zenekarának előadásában.
Thank you.
Mielőtt arra szeretném kérni Önöket, hogy tegyük fel a mai estére a koronát egy közös előadással, a Pirámi Társaság és az Önök, mint kórus előadásában, Erkel Fohász számnak a megszólaltatásában. Szeretném megkérni dr. Görényi Ernő polgármester urat, hogy szóljon néhány szót a hangverseny előtt, jelezte, hogy így kívánt tenni. Tisztelt ünneplő közönség, tisztelt művészhölgyek és művészurak! A elismerés és a hála kifejezése zeneművészek iránt legszívmelengetőbb módja a hostas. Ennél többet én sem adhatok, mégis szeretném szóval is hálásan megköszönni ezt a mai hangversenyt, amelyel igazi ünneppé varázsolták számunkra a magyar kultúra napját. És külön szeretném megköszönni a szervezés és a megvalósítás érdekében végzett munkáját Somogyvári Ákos elnök úrnak, az Erkel Társaság elnökének, Tóth László elnök úrnak, a Filharmónia Társaság elnökének, és Dénes István karmester úrnak. Mindig kínosan érzem magam, hogy egy férfinak virágot kell adnom, ezért ezt próbálom elkerülni, de abban a szerencsés helyzetben vagyunk mi magyarok, hogy kultúránk része a bor. Nemrég hallottuk, hogy Tokaj szőlőveszély nektárcsa fektettél, de azt is szoktuk hallani, hogy gondold meg és így áll, örökké a világ sem áll. Ezért az uraknak szeretnék egy üveg bort adni köszönetképpen, mégpedig egy áldás nevű egri bikavért, ezzel is szeretnék áldást kívánni az életükre és a művészetükre egyaránt, az Önök nevében is. Köszönöm szépen!